Sziasztok! Szeretnék most bemutatni nektek egy nagyon könnyű és egyszerű gyakorlatot, ami oldja a nyaki feszültséget, a felső vállőv, illetve az egész gerincnek a feszültségét. Egy dolog van, hogy a magas vérnyomásban szenvedők nagyon óvatosan csinálják, és nem kell, hogy olyan mélyre lemenjenek. Jó? Kényelmesen akkor a terpesz állásba állunk, amekkora éppen neked megfelel, és engedd le a nyakadat szépen csigolyáról csigolyára úgy, hogy a vállakat nem mozgatod, hanem csak azok is előre jönnek, és egy picit így leengeded a fejedet, majd jössz vissza belégzéssel. És egy párszor ezt megcsináljuk előrefele, és egy picit mindig egyre jobban lejjebb és lejjebb fogunk menni. Kezedet teljesen engedd el, teljesen laza legyen. És amikor körülbelül a felső részedet már jól megnyújtottad, akkor ott kezdjél el szépen kicsiket rugózni, úgy, hogy a medencét nem mozgatod, de jobbra-balra rugózol. Hagyod, hogy lógjon a fejed, kezeid is lógnak, teljesen ilyen lazán vannak, és egyre mélyebbre és mélyebbre mész le. Azok az emberek, akiknek hátul a combhajlító izmuk, tehát a hamstring nagyon feszes, azok nyugodtan hajlítsák be a térdüket, és úgy csinálják ezt a gyakorlatot. Ami nagyon fontos, hogy a rekeszizomból gördítünk hátra, tehát a rekeszizmot behúzod, lényegében is így fog hátul a hátsó rész kiemelkedni, és egy ívet adni az egész gerincet. Tehát nem így mész le, hogy így egyenes háttal, hanem végig, ugye gördülsz lefelé, mész, gördülsz, ahogy neked jó, ahogy éppen engedi a gerinced, és úgy mész lejjebb és lejjebb. Vagy nyújtott lábbal, ha bírja hátul a combhajlítót, hanem akkor pedig behajlítod, és így rugózol lefelé és lefelé. És nem kell sietni, kicsikéket mész le, és rugózol. Végig behúzod a hasadat, és úgy görbíted a hátadat, és úgy rugózol. Nem kell, hogy gyere a lábadhoz, hanem kicsit előbbre mehetsz. Ezzel kiméled hátul a csigolyákat, és lógsz le. Addig menjél le, ameddig nem feszül hátultól combhajlítód. Tehát vagy behajlított lábbal is mehetsz, és így is rugózhatsz, vagy pedig nyújtod, hogyha bírja. És amikor maximálisan lementél, mondjuk én most a földhöz, értem, akkor behajlítom én is a térdemet, majd egy kicsit kinyújtom, úgy, hogy behúzom. Behúzom a medencét, és ezzel fölfelé megtolom a keresztcsontot. Akinek eddig be volt hajlítva a térdemen, nem bírta jobban, és csak eddig tudnak lemenni, azok is nyújtsák ki a térdüket, és picit így belülről tolják meg felfelé, nem baj, hogyha itt nem lementek le a földhöz. Esetleg, hogyha van egy kis szék, akkor arra megtámaszkodhatnak, és azzal föltolják magukat. Ugye megtolod egy kicsit magad, majd visszamész, és lóg végig a fej, a nyak, minden, megtolod magadat megint, és vissza, és mindenki behajlított térdel jön fölfelé úgy, hogy gördülünk fölfelé, behúzzuk a hast, rekeszizmot, mellkast, és a végén nyújtjuk a lábat, és emeljük a fejet. És megvárjuk, míg a vérkeringés helyreáll, normalizálódik az alsó és a felső részek között, és a végén egy picit rázogatjuk magunkat, egyenesen tartjuk a fejünket, kezeink csak lazán lógnak magunk mellett, és engedjük, hogy az egész testünk így átrezegjen. Nem emelgetjük a lábokat, talpot sem, és max. Egy percig csináljuk ezt a gyakorlatot így a végén. És lényegében lerázzuk magunkat. Ami nagyon fontos ennél a gyakorlatnál, még egyszer akkor elmondom,
Magas vérnyomásban szenvedők óvatosan csinálják, akinek nyaki sérve van, az is óvatosan csinálja, de mondjuk neki kimondottan jót is tehet, mert hogy eltávolítja a gerincségolyákat egymástól. Aki derék problémával szenved, azoknak ajánlom, de ugyanígy, akinek lombális sérve van, óvatosan csinálja, tehát azok mindenképpen hallítsák be hátul a lábukat, vagyis a térdüket, és mindenképpen figyeljünk oda arra, hogy a rugózások ne nagy intenzitással történjenek, hanem csak kicsikéket rugózunk. Remélem, hogy jól esik mindenkinek, egészségetekre!